Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a soron következő közgyűlésünkön. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Előzetesen két képviselőtársunk jelezte távollétét, dr. Buzás Péter és Bozó Zoltán. Tarockai László képviselőtársunk pedig hamarosan megérkezik, egy kis dugóba került, úgyhogy jelenleg 17 fővel vagyunk határozatképesek. Szeretném tájékoztatni a tisztelt közgyűlést, hogy a mai kor igényeihez egy kicsit igazodunk, és élő Facebook közvetítést adunk a közgyűlésről. Az asztalon minden képviselő talál egy értékes ajándékot, Tömörkény István Vallomásuk című kötetét, melyet a Csongrád megyei önkormányzat adott ki 2019-ben. A kiküldött meghívóban szereplő napirendekre szeretnék javaslatot tenni. Közben kiegészültünk 18 képviselőre. Első napirendi pontunk lenne a megyei önkormányzat 2020-as költségvetési rendeletének a megalkotása. A második napirendi pontunk lenne egy beszámoló a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról 2019-ben és a 2020-as évi irányok a külügyi tevékenységre. Harmadik lesz egy döntés alelnöki pozícióról, a negyedik tájékoztatás a megyei önkormányzat nyertes és újonnan induló pályázatairól. Az ötödik napirendi pontunk a Csongrád megye integrált területi programjának az ötödik számú módosítása. Hatodik napirendi pontunk lesz igazgatási szünet elrendezése a Csongrád megye önkormányzat hivatalánál. A hetedik lesz a lejárt határidejű közülési határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztés. A nyolcadik lesz a tájékoztató az előző ülésű döntött fontosabb eseményekről. Ez lenne a nyílt ülés, és az zárt ülés keretében pedig a megye non-profit Kft.-nek új ügyvezető igazgatójának megbízása lesz. Lesz javaslat a Csongrád megye díszpolgára kitüntető címre 10-es napirendi pontként. 11-es lesz a Csongrád megyéért díjadományozása, a 12-es lesz a Csongrád megye sajtódíjának adományozása, a 13-as lesz a Csongrád megye sportjáért és ifjúságért díj, a 14-es pedig az év vállalkozója Csongrád megyében díj. Kérem, szavazzunk a napirendről, aki elfogadja. Köszönöm szépen, egyhangulag 18 igennel elfogadtuk. Napirend előtt szeretném felhívni képviselőtársaimnak a figyelmét arra, hogy az országgyűlés a 2020-as évet a Nemzeti Összetartozás évének nyilvánította, melynek keretén belül a teljes magyarság körében indulnak rendezvénysorozatok. Csongrád megye számára ezen évfordulónak különös jelentősége van, hiszen június 4-én, az évforduló napján Csongrád Csanád megyévé változik a megye neve. Számunkra nagyon fontos, hogy ezt a Csongrád megye egészet tekintse örömteli változásnak, érezze benne egy történelmi hagyomány és a határainkon kívüli kisebbségben élő magyarok iránti tiszteletet és megbecsülést. Ezért javaslom, hogy legyen ez az év Csongrád Csanád megye éve. A megyei közgyűlés minden idei évi rendezvényét, programját ennek jegyében fogja szervezni. Már döntés született arról, hogy a közgyűlésünk ünnepülést tart 2020. június 4-én Makón, Csanád vármegye korábbi székhelyén. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy tekintettel a történelmi jelentőségű változásra ezen a rendezvényen legyenek jelen. Ugyanakkor azt is szeretném kérni, hogy képviselőtársaim tegyenek javaslatot arra, milyen programokkal erősítsük a megyei identitást. Nyitottak vagyunk a tervek elképzelések megvalósítására, hogy a megye névváltoztatása valóban minden Csongrád megyei számára jelentse a múlt értékeinek a tiszteletét, és kérem, hogy juttassák el javaslatikait hozzám majd január végéig. Megye turisztikai tevékenységére is ugye beszéltük, hogy egy picit nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni. Most elkészítünk egy elsődleges turisztikai kiadványt, ami egy ilyen egész éves rendezvény naptárhoz hasonlít. A 60 település polgármesterét megkerestük azzal, hogy a kiemelt rendezvényeikről időpontot, néhány gondolatot és néhány fotót küldjenek. Ami nagy öröm számomra, hogy 59 település már vissza is küldte az anyagot, és a 60. is úton van, úgyhogy nagy érdeklődés keltett a települések számára ez a felhívás. Napirend előtti felszólításra egy képviselőtársam jelentkezett, Magyar Anna alelnökasszony, átadom neki a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Egy olyan témával kapcsolatosan szeretnék hozzászólni, ami azt gondolom, hogy minden magyarnak szívügye lehet. Elnök úr kapott egy felkérő levelet a Székely Nemzeti Tanács elnökétől, és elnök úr abszolút nyitott a téma iránt, és engem bízott meg azzal, hogy
a részleteknek járjak, utána tekintettel a nemzetközi tapasztalataimra. A Székely Nemzeti Tanács indított egy kezdeményezést a nemzeti régiók kialakításáért, egy Európai Uniós kezdeményezést, amivel 1 millió aláírás összegyűjtésével tudhatják elérni azt Európa szerte, hogy napirendre vegye a témát az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament. Elmondanám azt, hogy Izsák Balázsa is írja ezt a levelet, a Székely Nemzeti Tanács elnöke is írja ebben a levélben, hogy 6 év pereskedés után volt hajlandó az Európai Bizottság hitelesíteni ezt a aláírásgyűjtési akciót, tehát nem volt éppen kedvező a klíma neki, azt lehet remélni, hogy az új összetételi bizottság kedvezőben fogadja ezt a kezdeményezést. Az a cél, hogy lehessen olyan régiókat alakítani Európa szerte, amelyek nemzeti összetartozás alapon, azonos kultúrával, azonos nyelvvel, azonos közös gondokkal alakulnának, ilyen például a Székelyföldnek a régiója, de Európa szerte több más ilyen terület is van, ahol ezt a régiók alakítást meg lehetne tenni. Ez a kezdeményezés akkor sikeres valóban, ahogy mondtam, hogyha több mint 1 millió aláírás összegyűjtenek Európa szerte. Volt egy ilyen kezdeményezés korábban, a Minority Safe Pact, ami szintén egy nemzeti identitásvédő program, és járja a maga útját az Európai Unió különböző szervezeteinél. Azt kéri elnök úr, hogy támogassa Csongrád megye is ezt a kezdeményezést minden több aláírással, és lehetőleg úgy, hogy minél több olyan ismerős barátot nyerjünk meg ennek az ügynek. Hadd mondjam el, hogy pártok feletti egyetértés van a kezdeményezés támogatására a parlamentben. A Nemzeti Összetartozás Bizottsága egyhangulag megszavazta a támogatást, és sok politikus különböző pártok részéről kamerák előtt sajtónyilvánossággal írta alá ezt a kezdeményezést. Elnök úr is ezt meg fogja tenni sajtónyilvánosan, hogy aláírja. Azt kérjük a Székely Nemzeti Tanács elnökéhez csatlakozva, hogy a képviselőtársak segítsenek népszerűsíteni a saját körükben, saját településükön, saját ismeretségi körükben ezt a kezdeményezést. Magát a levelet, amit elnök úr kapott, illetve a hozzátartozó aláírásgyűjtői évet fénymásolatban minden képviselő megkapta, de kérem majd főjegyző urat, hogy e-mailben is küldje el, tekintettel arra, hogy ott hasznos linkek vannak, és a linkekre kattintva nem kell bepötyögni azt a borzasztó hosszú karaktersorozatot, és ezt az aláírásgyűjtő évet is onnan ki le lehet venni, sokszorosítani. Ezzel együtt is arra célszerű, hogyha minél többen interneten írják alá, mert azzal nincsen további feladat. Ha viszont írásban, természetesen mindenki interneten alá tudja írni, ha írásban ezen az aláírógyűjtő éven gyűjtenek, akkor azt mi vállaljuk, hogy eljutatjuk az illetékesekhez, hogy hivatalos csatornákon becsatornázzák a gyűjtésre. Ennyit szerettem volna mondani, remélem, hogy itt is minden oldalú egyetértést övezi ezt a kezdeményezést. Köszönöm. Köszönjük szépen. Rátérnénk az első számú előterjesztésünkre, ez a Csongrád megye önkormányzat 2020 évi költségvetési rendeletének a megalkotása. Az idei évi költségvetés elkészítésekor már magasabb 281 millió forintos állami támogatással számolhattunk, és ez az összeg fog kiegészülni a pályázatokból származó bevételekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal, és így alakul ki egy 655 millió 610 ezer forintos bevételi főösszegünk. Ehhez igazítottuk a kiadási oldalt, ahol beállítottunk minden olyan tételt, amely az új elnökség által meghatározott feladatok ellátásához szükséges. Hangsúlyos szerepet kap a települések munkájának a segítése, a gazdaságfejlesztés, a turizmusfejlesztés, a klímapolitika és a befektetés ösztönzés is. A költségvetésünk egyensúlyban van, hiánnyal nem számolunk, és az általános tartaléknak az összege az 8 millió forint. A közülés személyi kiadásai közé betervezésre került az előző elnök és alelnököknek a szabadság megváltása. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, az ügyrendi és a jogi bizottság,
a Területfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is támogatta. Itt szeretnék kitérni az ügyrendés jogi bizottságnak a határozatára, amely kéri a közgyűlést, hogy a klímaváltozással kapcsolatban hozzon mai ülésen határozatot. Természetesen én magam is tudatában vagyok a klímaváltozás okozta helyzet súlyosságának, és éppen ezért nem az üres nyilatkozatok, hanem a tényleges cselekvés híve vagyok ebben az ügyben is. A kormány is már többször kinyilvánította, hogy stratégiai kérdésként kezeli a klímaügyet. Friss hír, hogy el is fogadták az energia- és klímapolitikai stratégiát, melyhez természetesen Csongrád megye önkormányzat is igazítja a tevékenységét. Ennek már az elmúlt ciklusban is nyoma volt, hiszen a közülés többször is tárgyalta, majd 2018. decemberében fogadta el Csongrád megye klímastratégiáját. Az ügy megfelelő súlyú kezelése meglátszik, hogy a most tárgyalt költségvetési előterjesztésben is, hiszen a megyei klíma alap költségvetési sorát a négyszeresére, azaz 2 millió forintra javaslom emelni. A szintén 2 millió forintos összeggel terveztünk be a homokháti térségi fejlesztési tanács működtetésére, melynek célja a homokhátság szárazásának kezelése. Mindezek mellett alelnökeimmel együtt már számos lépést tettünk ebben a témába, és komoly terveket készítettünk elő, melynek célja a települések klímapolitikájának összefogása és segítése. Ebben a munkában számítok a közgyűlés minden tagjának a segítségére. Mindez azt jelenti, hogy a közgyűlés a jövőben számos alkalommal fog találkozni a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekkel. Egy szimbolikus lépést a mai ülésünkön is már megtettünk, az eddigi PET palackokat leváltva kancsóban élhető el az ivóvíz. A megyei önkormányzat az idei évtől PET palackmentes önkormányzatként fog működni. Terveink között szerepel, hogy ezt a megyei programként valamennyi település önkormányzatánál is bevezessük. A bizottság kérésének eleget téve a következő határozati javaslat elfogadását javaslom. A Csongrád megyei közgyűlés fontosnak tartja a klímaváltozás hatásainak, ezen belül is elsősorban a szárazódás problémájának kezelését. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy kiemelt figyelmet fordítson a Csongrád megye klímastratégiájában megfogalmazottak megvalósítására. A közgyűlés folyamatos tájékoztatást kér elnökétől a klímavédelemmel kapcsolatosan megtett lépésekről. A rendelet vitáját megnyitom ezennel. Kérem képviselőtársaimat, mondják el véleményüket. Jó, amennyiben nincs, akkor a jabocsát van. Körmendi Zoltán. Köszönöm szépen, sikerült kapcsolni. Nagyon örülök annak, hogy ezt a témát a megyei közgyűlés komolyan veszi, és Csongrád megye Magyarországon az egyik legkitettebb megye a klímaváltozásnak és főként a szárazságnak és a mezőgazdasággal kapcsolatos problémáknak, amik a következő évtizedekben, években nagyon súlyosan érintetnek minket, és kívánom azt, hogy sikeresen tudjuk fölvenni ezzel a harcot, és én biztosítom magunkat arról, hogy a Momentum meg én is ebben a Csongrád megyeiek mellé állunk, és Köszönöm szépen, az első terjesztés, a napi eredeti főszólásnál szeretném egy kérdés fogat tenni Magyarország részére, hogy a nemzeti régió, ez mit akar? Tehát milyen jellegű szerveződés az Európai Unió, ez már azt kérdik erre. Tehát most a költségvetés is tárgyaljuk egyben. Nagyon sok lépést kell a hatalányba tenni, olyan lépéseket is, amelyek rendeznek kellemesek, hogy a jövőjük jelenjenek a különös. A költségvetéssel kapcsolatban két észrevétel lenne egy kérdésem, amely azt akarja, hogy amennyiben nem lennének azok a rendkívüli bevételek, amelyeket az előző évben átadó az önkormányzat, ez a költségvetés, ez kényesült lenne, ez első kérdés. Másik pedig egy hozzászólás, hogy a képviselő tiszteletben az MS emelése, az gyakorlatilag úgy fontosul meg, hogy szorzó a önkormányzat.
Én úgy gondolom, hogy a kormányzatnak a felelőssége lenne a köztisztviselő alapkületménynek az emelése. Én tudom, hogy erre kormányzati szándék nincsen, de mégis még azt támogattam volna, hogyha az illetmény úgy emelkedik, hogy a köztisztviselő alapkületménybe együtt emelkedik. Tehát én ezt az előkérdésen fogok még támogatni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Mely tavalyi évről áthozott rendkívüli bevételekre gondol a képviselő úr? A színház cserére kapcsolatos bevételekre. Jó. Ezügyben főjegyző úrnak majd átadom a szót. Az illetmény alappal kapcsolatban pedig két illetmény alapról beszélünk, képviselő úr. A köztisztviselői az egyik, ami minket nem érint, és a másik, amelyik minket érint a jogszabály szerint. Igen, a tavalyi év legvégén sikerült realizálni azt a bevételt, ami a székház cserével kapcsolatban jelentkezett. Ez 20 millió forintos nagyságrendű a bruttó szám, vagy a nettó szám, hiszen elég jelentős áfabefizetési kötelezettségünk volt, aminek már eleget is tettünk, több mint 30 millió forint értékben, két ingatlan közti különbség kapcsán kellett ezt az áfa tartalmat befizetni. Ezt a 20 millió forintos különbséget valóban a pénzmaradványként hozzuk, és hogyha összeadjuk a költségvetésben szereplő tartaléksorok összegét, ugye három ilyen tartalék is szerepel, az általános tartalék, a területfejlesztési céltartalék és a pályázatokkal kapcsolatos tartalék, ezeknek az összege az lényegesen magasabb, mint ez a 20 millió forintos bevétel. Így képviselő úr kérdésére azt a választ tudom adni, hogy amennyiben az a bevételt nem hoztuk volna, akkor ezek a tartalék soroknak az összege lenne kevesebb, és ezen kívül kiadások valamennyire akkor is fedezett rendelkezésre állna. Köszönjük szépen, tehát megállapíthatjuk, hogy a költségvetésben ugyanúgy az egyensúly fennállna, hogyha ez a bevétel nem jött volna át a tavaly évről. Szirbik Imre képviselőtársam a következő hozzászóló. Két témában. Egyrészt ugye a pénzügyi ügyészség vezetőjét szeretném tolmácsolni a testületnek, hogy a pénzügyi ügyészség egy hangulat támogatta a költségvetés fogadását. A másik képviselőként a klímaváltozáshoz annyit, hogy nagyon szépek ezek a nevezünk így jelképes, de kicsi defenzív döntések. Én olvastam, hogy az offenzív irányt is vegyük legalább ilyen szinten, csak egy témát ad emelni ki. Azon kívül, hogy valóban igaz, hogy emelkedik a hőfok, és melegebb a világ, de a villamosnak van egy olyan előnye, hogy a napsütésre sorák miatt például a napenergiával előállított energiatermelésnek de egy nagyobb helye lehet. Tehát én azt javaslom, hogy akkor, amikor a klímastratégia megvalósításával lépünk is nyilván, ez nagyságrendnek kell több költségvetési forrás, és azáltal nyilván pályázati forrásokat kell, hogy jelentse, hogy a megújulóna energiatermelést tekintsük magunknak közvetlen célként, hisz napenergiából, alattunk lerő termálenergiából olyan módon tudunk energia többlethez jutni, amely a gazdaságfejlesztés alapja lehet, de egyben a klímaváltozást, káros hatásait is csökkentheti. Tehát én ezt érzem offenzív magatartás alatt, és elfogadván a költségvetést, kérem, hogy amikor végrehajtjuk el és gondoljuk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Én is, ahogy a felvezetőmben említettem, hogy én is inkább a tettek embere vagyok, és még egy mondatot szeretnék újra idézni az előző felvezetőmből, már mégpedig ez úgy szól, hogy ebben a munkában számítok a közgyűlés minden tagjának a segítségére, és ezt komolyan is gondoltam. Köszönöm szépen. Magyar Anna a következő jelentkező. Köszönöm. Amennyiben megengedi elnök úr, akkor bár nem a költségvetéshez tartozik, reagálnék a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésével kapcsolatos kérdésre is. Gyakorlatilag a Székely Nemzeti Tanács azt kezdeményezi, hogy alkothassanak azok a régiók, hivatalos régiókat, akik összetartozónak érzik magukat, azonos kultúra, azonos nyelv, azonos identitástudattal, azonos vallás adott esetben, tehát ez Európa szerte különböző ennek az ismérvei. És ilyen például lehet a Székelyföld.
És itt azt szeretném kiemelni, hogy sok esetben előfordul az, hogy ilyen egy tömbben lévő közösségeket az államok, amelyek területén ezek a területek, ezek a állampolgárok élnek, esetleg eldarabolják különböző régiókba, hogy kicsi legyen a lehetőség a befolyásolása, és ezáltal kevésbé tudják a kultúrájukat megőrizni. Az a kezdeményezés lényege, hogy erre figyeljen az Európai Unió. És hadd mondjam el, amit még kiegészítésként, hogy ez az európai kezdeményezés, ez egy rendkívül nehéz eljárás. Amióta ez létezik, sok éve ez a kezdeményezési lehetőség, összesen 4 ilyen kezdeményezés jutott el odáig, hogy összegyűjtötték az 1 millió aláírást és elkezdték végrehajtani. A Minority Safepack ilyen 1 millió 100 000-nél is több aláírás jött össze, és nem 7 országban, mert legalább 7 országban kell gyűjteni, hanem talán 11-ből, ha jól emlékszem. Most ugyanez a cél ennél is, ez egy több éves folyamat, és azt gondolom, hogy nekünk, magyaroknak ezt mindenképpen érdemes támogatni, és több párti támogatás van mögött, ezt ismételten kihangsúlyozom. A költségvetéshez pedig azt fűzném hozzá, hogy akár elnök úr, akár a főjegyző úr is hosszasan tudná sorolni az elmúlt éveknek a konkrétumait, amivel a klíma, illetve a környezetvédelem ügyében konkrét lépéseket tettek, tehát valóban nem a szólamok szintjén, meg deklarációk szintjén működik a dolog. Én nem tartom rossznak, hogyha van egy ilyen szimbolikus megnyilvánulása is, de én azt gondolom egyébként, hogy azokat az eddigi kezdeményezéseket és konkrét lépéseket, amiket a megyei önkormányzat megtett, azt érdemes az új ciklus képviselői elé is tárni majd a következőkben, hogy látszódjon, hogy nem szólamok, hanem tények. Köszönöm. Köszönöm szépen. Áldok János. Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés. Köszönetet szeretnék mondani a képviselőtársaimnak, elsősorban az ellenzéki képviselőknek, hogy maradtak a klímavédelem szóhasználatnál. Ettől már sokkal súlyosabb szavakat is adottunk, és köztudott, hogy a lakosságra merredő stressz ma már olyan új lelki betegségeket is hoztak, mint klímaszorongással ökogyász, és hát ettől most mi megtettük a megye polgárait. Ha már maradt tenni a szóhasználatnál, azt is meg kell köszönnöm, hogy egy igazi megyei képviselőkhöz híven némi patriotikus vezérelt bennünket, és szeretnék visszautalni, ha bár most nem ez a napjai pont, de az integrált területi programunknak a 3-as prioritása tulajdonképpen erről szólt. Tehát mi már 6 évvel ezelőtt megkezdtük ezt a munkát, sőt, ennek a programnak a 3. módosítása már a széndioxiddal kapcsolatos kritériumok enyhítését is megszélozta, és ugye a gyakorlatban is látjuk, hogy mekkora hatékonyságban sikerült ezeket a programokat végezni. Egyet szeretnék még mondani, hogy kapcsolatban vagyunk azokkal a kamarákkal, így az agrár, illetve a kereskedelmi és ipari kamarákkal is, amelyek ezen a területen olyan véleményt alkotnak, amelyeket majd azokban a tervekben, azoknak a jelenlegiségnek a módosításának kell majd figyelembe venni, aminek szerintem tényleg a legjobb összefoglaló, igen, most a január 16-án közé tette és elnök által említett nemzeti energia és klíma politikai stratégia, mely kitűzte a cél 2050-ben gyorsan magasség kell válni az országunknak. Óriási erőfeszítésekre lesz szükség, és ehhez kérem a képviselő társadalmat is a pozitív hozzáállását és segítséget.
Köszönjük szépen. A vitát lezárom, elfogytak a hozzászólók, és először a határozati javaslatról kell szavazzunk. Kérem, szavazzon mindenki. Köszönjük szépen. 17 igen, egy tartózkodással elfogadtuk a határozati javaslatot. Két rendelet lesz, az egyik a tiszteletdíjról szóló rendelet módosítást. Kérem, szavazzunk. Köszönjük. 15 igen, egy nem és kettő tartózkodással ezt is megszavaztuk, és most lesz a 2020-as évi költségvetési rendeletnek a megalkotása. Kérem, erről is szavazzunk. Tizenöt igen, egy nem és kettő tartózkodással elfogadtuk a 2020-as költségvetési rendeletünket. Áttérünk a kettes számú előterjesztésünkre. Itt ez beszámoló a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról 2019-ben, és a 2020 évi irányok a külügyi tevékenységre című előterjesztés. Az elmúlt évi külügyi tevékenységről szóló beszámoló a 2020 évi terv kapcsán. Megkérem Magyar Alelnök asszonyt, hogy tegyen szóbeli kiegészítést. Köszönöm a szót, elnök úr. A külügyi tevékenység az elmúlt évben leginkább ugye az előző ciklusra vonatkozott. Azt gondolom, hogy viszonylag részletes képet kaptak a képviselőtársak az eddigi tevékenységről, és ez alapján lehet látni, hogy mi a mozgástere a megyének. Azt gondolom, hogy a következő időszakban fontos lesz a testvérmegyei kapcsolatok újbóli áttekintése, és annak kapcsán, hogy ez az év a nemzeti összetartozás éve, különös tekintettel a határon túli magyar kapcsolataink megújítására, esetleg kiterjesztésére. Én azt gondolom, hogy az eddigi kapcsolataink eredményesek voltak, érdemes tovább folytatni ezeket, nem nagy költségvetési vonzata van ezeknek a dolgoknak. Itt szeretnék arra kitérni, hogy a nemzetközi tevékenységemről, én saját nemzetközi szervezetekben végzett munkámról is van az előterjesztésben egy rész, és ezt a nemzetközi szervezetek magyar delegátként, tehát Magyarország delegátjaként veszek részt ezekben a szervezetekben, és a költségeit alapvetően a költségtérítést ezek a szervezetek finanszírozzák, tehát a megyének alapvetően ez nem kerül költségvetési pénzébe. Koncentrálhatunk a megyének a saját tevékenységeire, rendelkezésre álló kereteken belül. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen fontos a megye image szempontjából. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az előterjesztést mind három bizottság tárgyalta és mind három elfogadásra javasolta. A vitát megnyitom. Körmendi képviselőtársam. Köszönjük szépen. Egyrészt nagyon köszönjük a beszámolót, másrészt meg ez már a múlt héten is született erről a Facebook poszt az elnök úr kapcsán, ezen a héten volt, hiszem. Nagyon fontos felismerni azt, ugye, hogy jelenleg Európában a nemzeti országhatárokon belüli és nemzeti regionális területeken túl szükség van arra, hogy nemzeti szinten regionálisan gondolkodjunk, és ez a kezdeményezés, hogy a környékbeli Romániához, Szerbiához tartozó megyékkel együttműködünk, ez nagyon dicséretes. Másrészt pedig a nemzeti összetartozási évre szeretnék visszatérni még a napi rendelőtti felszólaláshoz. Mi a Momentummal rendszeresen járunk a megyét, és ezt a kezdeményezést el fogjuk vinni ezekre a megyei járásokra, és aláírás gyűjtésbe fogunk kezdeni. Ezzel szeretnék hozzájárulni azt, hogy ez a gyűjtés sikeres legyen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A vitát lezárom, ugyanis hozzászóló nem jelentkezett. Kérem, szavazzunk a rendelettervezetről. Köszönjük, 17 igen és egy tartózkodással elfogadtuk. Áttérünk a hármas számú előterjesztésünkre, döntés alelnöki pozícióról. Ahogy az előterjesztésben
olvasható volt, Magyar Anna Európai Uniós elfoglaltságának növekedése miatt kezdeményezte, hogy az alelnöki megbízatása szűnjön meg. Elfogadva ezt javaslom, hogy az SMS-ben rögzített társadalmi megbízatású alelnöki pozícióra a közgyűlés válassza meg Ádok János képviselőurat. Ádok János jelenleg az ügyrend és a jogi bizottság elnöke, valamint a kultúra és sport és ifjúságügyi tanácsnok. Javaslom, hogy ezt a két funkciót február 1-től Magyar Anna töltse be. Megkérdezem az érintetteket, hogy elfogadják a jelölést. Köszönöm, előttem megkiszteltetés számomra. Ha már nálam van a szó, akkor beszélni személyes érintettségem miatt ennél a napjelni önnál közreműködő jogi ügyvédi bizottság munkájában most nem lennünk. Jó. Köszönjük szépen. És akkor még megkérdezem, hogy még esetleg valamit hozzáfűzni kívánnak az érintettek. Köszönöm, én is elfogadom az elnök úr javaslatát, mint ahogy a nem elvégelt levélben is jeleztem, megjelentednek a feladataim, és itt tudom elmondani, hogy hivatalosan is bejelentették, hogy a következőkben Brüsszelben a régiók bizottságában is alelnöki pozíciót fogok betölteni, ami megnövekedett feladatokkal jár. Úgyhogy nem csak Strasbourgban, hanem Brüsszelben is megnövekednek a feladataim. Ugyanakkor szakaszosan természetesen a nagyon nagy lelkesedéssel veszek részt a további munkában, tehát nem akadályozza az egyéb elfoglaltságom azt, hogy a elnök úr által javasolt feladatot itthon állásson. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az előterjesztés mindhárom bizottság tárgyalta, és mindhárom támogatta a határozati javaslat elfogadását. A vitát megnyitom. És a vitát lezárom, hiszen hozzászóló nem jelentkezett. Itt több dolgunk is van ezen az előterjesztésen belül. Elsőként kell döntenünk az 1, 2, 3 és 6. pontról szavaznunk, melyel kell tudomásul vesszük Magyar Anna lemondását az alelnöki pozícióról, illetve megválasztjuk az új ügyrend és jogi bizottság elnökének, valamint a kulturális sport és ifjúságügyi tanácsnoknak. Kérem, szavazzon mindenki. Igen. Személyes érintettség ilyenkor nincs. Igen, akkor nyugodtan lehet szavazni. Igen. Jó, kérem, akkor szavazzunk erről először. Tizennyolc igennel egyhangulag elfogadtuk, köszönöm szépen. A következő feladatunk az alakuléléshez hasonlóan titkos szavazással kell döntenünk Ádok János társadalmi alelnökké választásáról. Itt szeretném felkérni Mágori Andrást, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét, az ügyrend és jogi bizottság alelnökét, hogy segítsen közreműködni a szavazás lebonyolításából, a szavazólapokat mindenki megkapja, és akkor, ahogy beszéltük, talán itt az oldalsó helyiségben, akkor leadhatja mindenki a szavazatát, és akkor a szavazatszámlálásba pedig segítenek. Jó? Addig zárt, vagy titkos szavazást rendelek el. Szeretném megkérni akkor Mágori András képviselőt, hogy ismertesse az eredményt. Tisztelt közgyűlés, szeretném bejelenteni, hogy a közgyűlés egyhangúan Ádok János választotta el, és közúton gratulálok. Nagyon szépen köszönjük, és én is gratulálok alelnök úrnak az alelnökké választáshoz. És most van még egy szavazásunk ezzel a napirenden, vagy ezen a napirenden belül, márpedig egy határozati javaslat 5 pontja szerint ugye a tiszteletdíjról és a költségtérítésről is kell szavazni. Megkérek mindenkit, hogy szavazzunk. Köszönjük szépen, két képviselőtársam nem szavazott, de szerintem még nem értek vissza a szünetből. Lezártuk a szavazást. 16 igen, elfogadtuk ezt a határozati javaslatot. Természetesen az új kinevezések majd február 1-től lépnek életbe. Áttérünk a 4-es számú előterjesztésünkre. Ez egy tájékoztatás a megyei önkormányzat nyertes és újonnan induló pályázatairól. Az egyik, az egy EMMI által nyújtott 20 millió forintos támogatás, melyből kistelepülések kulturális rendezvényei kerülnek támogatásra. A másik pedig a Csanádpalotát Mezőhegyessel összekötő kerékpárút Csongrád megyei szakaszára vonatkozó topos projekt. Utóbbival kapcsolatban aktuális feladat a konzortiumi szerződés jóváhagyása. Az előterjesztés mindhárom bizottság tárgyalta,
és határozati javaslatot támogatta, vagy javasolta az elfogadását. A vitát megnyitom. Körbendi Zoltán képviselőtársunk. Köszönöm szépen. Az első ponttal kapcsolatban szeretnék annyit mondani, hogy mind a megyei közül és mind a jelenlévő települési képviselőket szeretnék megkérni arra, hogy ezt a forrást ne buslira és hatira költsük el, hanem tényleg olyan programokra, amik a lakosság érdekében állnak és a javát szolgálják. Szerintem ezt akár klímaváltozással kapcsolatos tanácsadásra vagy előadásra is lehetne költeni, vagy akár kultúrával kapcsolatban más olyan valóban hasznos és az emberek javát szolgáló tevékenységekre. Erre szeretném kérdezni, és én szeretnék megtudni a későbbiekben arról, hogy ez a forrás így is lett elköltve, és nem pedig felesleges és érdektelen dolgokra. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, mivel hogy kimondott kulturális rendezvények támogatására lehet fordítani, ezen belül egy rendezvényen belül bármilyen esemény megvalósítható egy adott településen, úgyhogy majd felhívjuk a polgármesterek is, vagy a szervezők figyelmét, de természetesen a megyei eseményekhez fog ez kapcsolódni, és a megyei értékekhez fog ez kapcsolódni. Hozzászóló nincs több, a vitát lezárom, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Lezárjuk a szavazást. 17 igennel elfogadtuk a határozati javaslatot. Az ötös számú napi rendünk előterjesztésünk a Csongrád megye integrált területi programjának ötös számú módosítása. A módosítás ugye a TOP kiírásokat érintő változásokat vezeti át, azonban ez nem teljes körűen, mivel bizonyos támogatási összegek pontosításán még dolgozik az irányító hatóság. Ez azt jelenti, hogy a közgyűlés a későbbi ülésén újra napirendre fogja tűnni, tehát napirendre fog kerülni az ITP-nek a módosítása. Az előterjesztést tárgyalta a területfejlesztési és a pénzügyi bizottság, mindkettő bizottság elfogadásra javasolta. A vitát megnyitom. A vitát lezárom, ugyanis hozzászólásra jelentkezés nem érkezett. Kérem szavazzunk az előterjesztésre. Köszönöm, lezárjuk a szavazást. 17 igennel elfogadtuk. Hatos számú előterjesztésünk igazgatási szünet elrendelése a Csongrád megyei önkormányzat hivatalánál. Ugye elsősorban a hivatali kollégáinak szabadságolására miatt született a javaslat a nyári és a téli igazgatási szünet elrendeléséről. Ezen túl a már említett környezetvédelmi szempontokból is nagyon fontos, hiszen mind nyáron, mind télen jelentősen csökkenhet az energiafelhasználás a szünetben. Az előterjesztést tárgyalta és támogatta az ügyrendi és jogi bizottság. A vitát megnyitom. A vitát lezárom. Kérem szavazzunk. Köszönöm, lezárjuk a szavazást. 17 igennel elfogadtuk. 7-es számú előterjesztésünk jelentése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezen előterjesztés határozati javaslata tartalmazza azt a felhatalmazást a tárgyalások megkezdésére a Lechner téri ingatlan tulajdonba vételéről, illetve a Dabic 69,7%-os tulajdonrészének megvételével kapcsolatban. Mindkét témában a közgyűlés következő ülésein fogok tájékoztatást adni, illetve ekkor lesz majd lehetőség közgyűlési döntést hozni. A vitát megnyitom, a vitát lezárom, kérem szavazzunk. Szavazást lezárjuk. Köszönöm. 16 igen, egy tartózkodással elfogadtuk. 8-as számú előterjesztésünk tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről. A vitát megnyitom. A vitát lezárom, nem jelentkezett senki hozzászólásra. Kérem szavazzunk. Lezárjuk a szavazást. Köszönöm. 17 igennel elfogadtuk. Ezennel zárt ülést rendelek el.